Sziasztok, Ez itt a Bögre podcast legújabb adása, és még élünk. Wow. Na, ne legyél már. <laughs> <laughs> um, április 6-a, és, és hallgatjuk a Hóesést, és és összegyűltünk, hogy megbeszéljük a játékvilág legfrissebb híreit, illetve azokat, amik, amiket amúgy aktuálisan elfelejtettünk két-három héttel ezelőtt, és amikre nem került sor azóta. Mert hogy a zelda elfelejtettünk például beszélni, pedig amikor a legutóbbit mm. felvettük, már kijött a nagy Zelda gameplay bemutató videó. Az remek. Meg hát az elmúlt két-három hétnek a híreit, azt beoszthatjuk a következő két hónapra, és mindig. Persze, itt... a hírek egyébként azok olyanok, ok, hogy ég, egyébként ráér, hogy mikor mondjuk el őket. Úgyis, csak ugyanaz a körforgás. Ennél, ennél, na, ennél örök tartalom már csak a ponyvaregény filmekről készülő videó eszik vagy Biztos. filmről készülő videó. Ha leszik. olyan ember készíti, akkor azt is megnézed. Mm. <laughs> Kezdjük akkor ezzel, de szó lesz még ma a Crusader Kings 3-ról, a Star Wars. Star Wars wow! <laughs> az azért durva. <laughs> Star Wars Jedi survivor um, és sokan mások. C2 például, Húha. ami kapcsán Ákusz a végre a csészecsatornát. <laughs> <laughs> Nincs is jobb alkalom erre. <laughs> Nincs, hát most, most pezseg az élet a csében. Szóval, először is láttad de a Legend of Zelda Tears of the Kingdomnak a gameplay előzetesét? Hát, hogy őszinte legyek, a múltkori alkalom, amikor erről a játékról beszéltünk, úgy lehoztál a hype-ról, ami nem is volt nekem, <laughs> hogy De még minek legyen hype-od, mikor fucking switch-et sincs? Hát ez az. Ez az. Uh, szóval egy nagyon érdekes videó volt, a, a, szerintem a Fujibashi Hidemaró volt, aki leült játszani vele, legalábbis. Más, mint... Hát, a, 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 producer, vagy hogy hívják, a dude, a, hogy várjál, várjál, tudok egy jó hasonlatot, ő a <laughs> Legend of Zelda The Tears of Kingdoms, Kingdom játék, jó. Hi Hideo Kojima. Nem Hideo Kojima, hanem az, én, az aki játékot szeret csinálni. Um, ja, mert Kojima a filmeket szeret igen, csinálni igen, játék igen. formájában. Mi az, aki? Mi az, mi az aki? Igen. igen. igen, igen Na, ez kicsit rosszdásan, de sikerült ezt szerakni, szóval ő az, aki így a, a személy, akiről beszélünk, hogy milyen jó játékot csinál, ő egyedül. És uh, vicces volt, lehet, hogy nem ő volt, csak így nekem ő, úgy tűnt, hogy ő az, mert csak leült, és akkor így E, igazából egy asztalnál ült, kezében volt a kis gamepad, és, és így bevágták, hogy, hogy játék de lehetett látni, hogy, vagy hallani, meg ahogy beszélt, hogy ő ezt konkrétan játsza, és egy mesél róla. Mm. Tehát nem ez az izé volt, hogy, hogy ez, a, ez a, Előre megírt dolog, hogy In the new game, you will find many enemies and many ways to deal with them. <laughs> és nem is az volt, hogy hogy Bravo 6, what, what is on your right? Oké, okay, I'm on your six. Go ahead, please. Show the grenade, please. Alright, grenade is on. And we can proceed further. Tudod, mikor a... De 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 nem a Destiny, hanem a... Bár lehet, a destiny is volt Division. egy ilyen, divisionben ben így, így, hogy így beszélnek az igazi gémerek egymás közben, miközben uh, játszanak, hanem így mondta, hogy hát így akkor ezt lehet csinálni, és akkor ops, ott az a én... uh -huh. hát Nagyon aranyos volt szerintem. De hogy megtudtunk azt, hogy, hogy akkor tényleg hogyan képzelik el ezt a uh, Tears of the Kingdomot, és hát az jött be, amiről már, már így pedzegettük korábban, hogy itt bizony nagyon nagy hangsúly lesz a tárgyaknak a kombinációján és a saját eszközöknek a létrehozásán. Saját járművek, saját fegyverek. Lesz egy olyan képességünk, amivel összetudunk ragasztani dolgokat. Összeragasztunk három ilyen fa gerendát megfelelő formában, akkor az úgy felmarad a vizen. Opa. Ráragasztasz még egy ilyen turbinát, és akkor megy is előre a vizen. Úgyhogy láthatóan mentek azzal, hogy a, a, a mennyire szeretnek mondjuk köveket használni arra, hogy átrepüljenek a térképen. És akkor ez, ez, ez volt az egyik ilyen központi hát azt gondolat. Azt akarod mondani nekem, hogy ez egy olyan crafting survival játék lesz, amit egy olyan csapat készít, aki tud játékot csinálni, nem pedig egy olyan stúdió, aki hm. csak ráugrik a trendre, hogy milyen jó a crafting. Hát ezt nem mondtam. Az biztos, hogy a kreativitást azt kimaxolja. A kreativitás nagyon fontos része volt az első résznek, inkább felfedezésben, meg a harcban, és most is ezt megrősítette, mert a felfedezésben és a harcban is ö, nézetre emeli így a, a ezeket a dolgokat. Például tudsz olyat csinálni, hogy ami tök mókás volt, hogy esnek ki mindenfajta testrészek a, a az ellenségekből, mikor meghalnak. Tiszta Igen, de nem ez a lényeg, hanem ez eddig is volt. Például a denevérekből kiesik egy ilyen, lehet, hogy nem denevérekből, valamilyen ilyen repülő kiesik egy szem és egy szemgolyó. És azt így elrakod, és régen tudta a csinálni lecsót, meg ilyesmit. Most meg azra is felhasználhatod, hogyha összekombinálod a szemgolyót és a nyilat, akkor amikor kilövöd a nyilat, akkor az nyomkövetős lesz. Vagy hogy mondják ezt? Szóval ja, hőkövető. Aha. Követi a célpontot, és akkor kilövöd arra, és ott lelövöd a madárt. Meg hogy meg olyan is történt, hogy a, az ellenségnél volt egy olyan fegyver, mert hogy az ellenségnél spónolhatnak ilyen kombinált fegyverek, ami ami volt egy nagy legyező, rá volt rakva a kard végére, ezért amikor ütéstávolságtól messzebbre suhintotta, akkor hátra repültél. És te is tudsz ilyeneket mm -hmm. csinálni. És ez lesz a fő, a fő attrakciója, meg a fő képesség, amit kapunk. Uh, aztán lesznek még olyanok, amik is segítik kicsit a, a mozgást. Tehát például, um, hogyha bemész egy olyan barlangba, aminek van egy plafonja, és a plafon fölött van valahol Felette van egy akármi, tehát mondjuk ebben az épületben, itt a plafon, és tudjuk, hogy van teteje az épületnek, uh -huh. akkor rá tudsz nyomni a plafonra, és akkor így végig végigmegy, és kiploppol a tetején az épületnek. A micsoda? <laughs> hát link. Úgyhogy nincs is ott semmi cseh. Nincs cseh. -e így átmegy az épületen. át. És ez miért jó? például azért jó, mert hogyha már mondjuk megmásztál egy hegyet, mert az első részben nagyon sokat kellett mászni. Mm. És egy idő, szerintem az már úgy gondolták, hogy nem annyira izgalmas ez a mechanika, hogy megint csak más, más, mász, hanem bizonyos helyeken akkor így le tudod rövidíteni azt a mászást, ami, amit meg kell tenni. Aha, szóval ez olyan, mint hogy a 37. Assassin's Creed-be behozták a grappling hookot, hogy ne kelljen foly folyamatosan párkúrozni. Igen, Igen okay. olyasmi. Ú, uh, még voltak képességek, amiket mutattak. Ja, volt egy olyan, hogy vissza tudod uh, az időben forgatni az egyik valaminek a képessége, de nem úgy, mint a repar vagy a helyzetét, nem úgy, mint a reparó uh -huh. Harry Potterben, hanem például a, az égben lévő szigetekre feljuthatsz úgy, hogy látod, hogy leesett a horizonton valahol egy kő az égből. Oda vissza a kőhöz, megkeresed, rányomsz a visszatekerésre, és akkor a kő visszamegy, ahonnan uh -huh. leesett, és ha ráz, akkor felvisz magával. Most már portálokkal gondolkod? <laughs> Jó hangzik, ez, ez mind csodálatos és nagyon tetszik. Alig várom, hogy játszál vele és mesél róla. Hát nem fogok, <laughs> de tehát, hogy május 12-én jelenik meg. a... Ja, akkor még nagyban megy a Jedi Survivor? Hát nagyban megy a Jedi Survivor, meg nagyban megy el a pénzem a Jedi Survivorra. Ja. Tehát, hogy egy, egy, nagy triplá játék mm. be szerintem most már így a Q, Q2 végéig, és az a Jedi Survivor lesz. <laughs> Bár egyébként logikusan ennek kéne lennie, mert a Jedi survivor le fog menni valamennyivel az ára, mondjuk egy fél éven belül. Ennek, ennek soha büdös életben nem fog lemenni az ára. Na mindegy. Úgyhogy várjuk szeretettel egyébként. Előbb-utóbb majd így tök jó lenne játszani vele, nem tudom, hogy oda fogok-e jutni, de mindenképpen nyitott vagyok erre az élményre. Az, azzal kapcsolatban már nem kell aggódnod, hogy a teljes áras vétele szeretnéd támogatni a fejlesztőket. Mert hogyha tényleg évekig teljes áru lesz, akkor bármikor támogathatod Szerintem őket. még az első, of the Wild, ah, még a Breath of the Wild is teljes áru. Hát Nintendo. Ja, Nintendo de hát P, közben Nintendo. a Breath of the Wild a valaha készült legzseniálisabb, zseniális játék, úgyhogy gondolom megérdemli, vagy nem tudom, nem játszottam vele. Ja, nem rossz. Ha már szóba köt a Jedi Survivor, akkor nagyon közel a megjelenés, úgyhogy kaptunk is egy PC gépigényt. Ú, nagyon, nagyon blánkeltem, hogy hogy van a System Requirement angolul, magyarul, és nem akartam angolul mondani. Úgyhogy gépigény. Meg rengeteg gameplayt, amit nem nézünk meg, mert most ja, már ja, nem is tudunk gameplayt. a mm, mm, Olvasta, Olvastam a pár véleményt róla, mm. és ha mondhatok feature-t. Amit nagyon tetszett. nem, igen, nem. Attól függ, hogyha te jelen pillanatban nem tudnád ezt a feature-t, örülnél, hogy megtudod a játék előtt, vagy jobban örülnél, hogyha a játék közben fedezted volna fel? Szerintem ez olyan feature, amire rá kell készülni, hogy ez benne van. Na, akkor mondhatod. Úgy, ahogy a Navarro a Mandalorianben folyamatosan évadra-évadra fejlődik. Navarro nem egy terepjáró autó? Vagy Na, Ez a Az a Nem N tudom, mindegy, a Navaróról valami ilyesmi jutott eszembe, bocsánat. Na szóval a, a, Igen, az a, a bolygó folyamatosan, helyik. a, a láva, láva... Ja, ami benne volt az első évadban. És Kef Grief, vagy kicsoda a vezetője a Star Trekből. Igen. Na, szóval az mindig így, van egy ilyen összevágás, hogy minden évadban egyre így prosper, prosperálóbb, Uh, lesz ilyen mechanika a Jedi survivor ben is, mert lesz egy home base ami egy ilyen kis város lesz, és folyamatosan fejlődni fog. É, de jó. Ahogy fejleszted. Ugye, hogy erre rá kellett készülnöd? Tehát ez... <gül> um, <gül> ja. Ami nagyon sokat nem utána, ez így szembe jött. Nekem ez tetszik, mert én az Assassin's Creed 2-ben volt egy ilyen dolog, és az tök jó volt. Nem tudom, nekem nem lapátoltál szenet a hype -fonadba most a Harry Potternél is anélkül túl mélyen belemennénk, a szükségszobája volt a legkevesebbet használt funkció számomra. Én nincsen fantáziád. Nincs rá igényem. Hogy fantáziád legyen? Ez, persze, tök jó ez a bázisfejlesztés, meg, meg izgi. Szerintem nekem az, ahol ez, 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 ez a megfelelő arány, az az, amikor mondjuk a Mass Effect-be fejleszted az űrhajódat. Annál több nekem nem kell. Nekem nem kell egy város. Na az mondjuk szar volt, mert semmit nem láttad, hogy fejlődik. Csak így megveti egy gombot, és akkor oké, most már akkor gondolom, hogy vastagabb a, a páncélunk. Az Azt kifejezetten szar volt implementálva. De nem kellett sokat csinálni. <laughs> Inkább szar legyen, csak kevésbé zavaró, mint hogy jó, de fantasztikus. Nem, biztos jó lesz ez a, a homebase is, csak um, ne vegyen el a sztoriból. Na szóval... Nem néztem utána, hogy mik vannak benne, meg láttam egy rövid videót arról, hogy milyen customizálások -ok vannak a karakterre, mm. rá, hogy most már nem csak poncsó van, hanem más dolgokat is lehet customizálni. Um, de ugye amiért most így felhoztam, az a gépigény, és ez um, nagy részt egyébként oké, okay, és amilyen érdekesebb, hogy azért 8 giga vérem, az már kell, még a minimumnak mm -hmm. is állítólag, és viszont ami érdekesebb, vagy nem érdekesebb, de ami esetleg így zavaróbb lehet egyeseknek, az a 155 GB, amin ez elterpeszkedik. És amúgy ajánlott az SSD, szóval nem mondtam igazat, hogy nem kell SSD neki, de valószínűleg nem kell neki SSD. Hát nem kell neki SSD, hogy elfusson valószínűleg, de ahhoz, hogy mondjuk emberi betöltési ideje legyen, ahhoz lehet. Nem aggódnék. Jó, legyen úgy, tehát hogyha egy HDD-n is elfutok életesen, nekem nem azzal van a baj, hanem hogy az SSD-n sincs 155 giga, meg a HDD-n se, az úgy rengeteg. Utoljára a... Tudod, mik a 100 giga pluszosok? A live service játékok, vagy nem azok feltétlenül a live service, de az ilyen hosszú életű online játékok, a sok kozmetikai szar miatt. Azért, hogy te bármelyiket mikrotranszakcióval megveszed és egyből elérhető legyen, nem csak azt a vanilla skin tölti le, ami minden játékosnak alapból megvan, hanem az összes skin letölti a gépedre, és ezért van az, hogy egy idő után minden játék hatalmasra duzzad, tipikusan az ilyen Warzone jellegű játékok, de a Vermintide-del is ez volt már a probléma vége felé, hogy 100 plusz giga az egész, nem tudom, hogy itt a Jedi survivor a kozmetikai dolgok miatt van szüksége 155 gigára, vagy optimalizálatlanul vannak beledobva az összetek, de ez brutális. Ja, elég sok. Nem tudom, Warhammer 3 is kb. akkor jó, nincs annyi, amiben tényleg rengeteg content van. Én lehet azt mondanám, hogy esetleg az audio. Nem? Nem? Oké. Okay. Mindegy, letöröd a Being a Dick Season 2 és akkor már is, uh, már is felfér. Na, micsoda? Szóval, a, <laughs> a, a videókártyák tekintetében egy 1070-en már eldöcög, de egy 2070-et megenne. Ennyi, ennyi a hír. Nem, nem, nem tetszik az, hogy nem tettek hozzá viszonyítási alapot. Hogy a ha nem tesznek hozzá, akkor... akkor 720 P30 FPS. 720 P30 a minimum. És 1080. Nem, 60. valószínűleg 1080 P30 egyébként mind a hát Hát most már, most már szeretik egy időben azt csinálni, tudod, hogy így becsalogassanak a minimummal, hogy 720 P, mert jó az neked. Már sokszor láttam. Nyilván a 1080p lenne a standard, mert mint kiderült, már 1080p nincs nagyon kevesen vannak. Hát <coughs> 1080p is <nincs>, azt mondtad. <coughs> Már én is azon vagyok hivatalosan. Te is azon vagy hivatalosan, igaz? Én, én minden, minden tekintetben 100%-osan pén vagyok. És boldog vagyok vele. Um... Ja, jó lenne, hogyha néha kiírnák. Nagyon-nagyon sok mindent szarul csinál a Ubisoft, egyetlen dolgot csinál jól, a rendszerkövetelményeknek a közvetítését. Ezt az ilyen is átvehetni. Ennyi. Legyen így, vegy át. Legyen ez. Várjuk szeretettel, április 29-én jelenik meg, ami egy péntek egyébként, és nekem azért fura, mert azt hittem, mikor megnéztem ezt, hogy ellenőrzöm, de szerintem április 29 az legutóbb egy péntek volt. Szombat. Nem, 28. Akkor 28. Tehát, hogy ö, általában játékok keddenként jelennek meg, kedv vagy szerda, és akkor jelennek meg pénteken, hogyha aktuálisan már van egy verzió, amit, uh, amit az előrendelők, mm. vagy a deluxe, általában a deluxe uh, vásárlók tudnak játszani három nappal korábban. Mm. És akkor péntek a hivatalos megjelenés, de igazából kedd. Uh -huh. És itt nincs ilyen. Nincs olyan, hogy előre, e, hogy, hogy a deluxe-ot veszed, és három nappal korábban játszhatsz vele, csak flat out péntek a megjelenés. Az utolsó pillanatig csiszolják azokat a nyolckás textúrákat. Ráadásul, ráadásul, amiért mindenképpen blazdek vagyunk, hogy ez hosszú hétvége. Mert május elsője. Hmm. hmm. Hmm, bizony. Május elsője, igaz? Csak nálunk május elsője? Nem, mindenhol május elsője. Várj. Nálunk, de csak nálunk szabad nap. Szerintem international holiday-ről beszélünk. Is May one a holiday in Canada? <laughs> Holiday In Switzerland, oké. Okay. A Svájcának mondjuk csak ünnepük van. Uh, igen. A Svájcban úgy van képzeld, el, nincsen, azt hiszem, hogy Svájcban van ez, egy időben, ezzel nekem így foglalkoznom kellett, hogy ott nincs olyan, hogy a Nemzeti Ünnep és a Szabad Nap, vagy a... a Mm -hmm. Az ünnepnap, amikor nem kell dolgozni, hanem minden egyes kantonnak egyenként így be van x-elve, hogy ezt mi ünnepeljük, azt nem ünnepeljük. <laughs> aztán van vagy két ünnep, így a including karácsony, amit mindenki ünnepel. Mm. Azon túl meg így változik, <laughs> hogy éppen kinek. Az remek lehet. Hogy? It's a holiday in in the UK. Az fontos. Um, bank holiday. Jó, ezt csak azért akartam, mert ma úgy Igen, látszik, azt hogy a van. kiflit reggeliztem, és azt akartam mondani, hogy nagyon remek, hogy hosszú hétvége van, mert a hotfixek azok annyival később készülnek majd el hozzá, miután megjelennek, mert szabadságon lesz mindenki. Na, a nem mennek szabadságra. Az mondjuk igaz. Munkahűneplőt munkával ünneplik meg. Ami teljesen logikus lenne. Oké. Kész vagyunk? Igen, várjuk szeretettel várjuk szeretettel. Már csak um, három hét. Ja, három hét múlva megjelenik ez a játék. Ami mikor az hallgatjátok pont az, az előtt, az, akkor már csak három hét mínusz egy nap. Ó, bombaként robbant a hír, csak hogy csak hogy illeszkedjek a hírhez, hogy érkezik a Counter-Strike 2. Mesélj erről, mert ez így nagyon perifériásan érintette az én érdeklődési körömet. Egyszer utazol el Hollandiába egy hónapra, és sikerül pont azt választani, amikor a Valve bejelent egy új játékot, de legalább nem a Half-Life 3-ról maradtál le, mert az sose lesz. Fun fact, Fun Hollandiában is vannak hírek. Tényleg? Mhm. Mm nagyon durva. Ott is hallottam erről, Igen? csak nem érdekelt. <laughs> Tehát, hogy nem azért, hogy jaj, hogy így mentem, hogy úristen, miért nem tudok erről többet olvasni itt Hollandiában, ahol vagyok, hanem így olvastam, hogy Countess kettő, 2, meg a füst most már visszatöltődik, és mondtam, hogy ok. De tudom, hogy a sok embernek fontos, és talán neked is, mert te is egy időben ja. többet. Ja. Nekem is van nem valahogy száz órám, de nem tudom, hogy... Igen, szóval tök bizonyos szempontból váratlan volt, bizonyos szempontból meg nem. Azért, volt, azért nem volt váratlan, mert évek óta beszélnek arról, hogy majd a uh, Counter-Strike-ot is portolni fogják Source 2-re, a Valve-nek a fantasztikus új motorjára, ami már megjelenés előtt 10 éves volt, mert igazából sose jelent meg úgy rendesen. De már volt egy játék, amit átraktak Source 2-re, méghozzá a Dota 2 volt az, és amikor a Dota 2 átkerült Source 1-ről 2-re, semmi de szó szerint semmi nem változott. Nyilván a, a játék alatti motor meg keretrendszer az frissült, emiatt lehetőséget adott egy csomó ö, technikai újításra, meg mindenféle játékmódra, meg, meg rugalmasabb volt a rendszer, de alapvetően a játékélmény nem változott, és az volt a tipp. Én is azt mondtam volna, hogy a Source 2 átrakják a csét, és annyi lesz, ebből mi nem látunk semmit, meg az esport sport annyira nem is szereti a változást, meg az e-sportolók se szeretik, inkább legyen minden fix de ki lehet cserélni a motort, hogy a jövőben könnyebb legyen fejleszteni a játékot, meg több játékmódot lehessen kitalálni. Ehhez képest a Valve azt mondta, hogy nem, most már igazából dolgozunk is, nem csak úgy teszünk, mintha, és ö, újra húzták nulláról a Counter-Strike-ot, és rátettek egy kettest, miközben ez már vagy a hatodik Counter-Strike játék, de így akarják mondani, hogy ez már nagyon folytatás, meg nagyon több, meg nagyon új, meg alapvetően nem is tudom, hogy a Valve valaha fejlesztette Counter-Strike-ot. Mert hogy az 1.6 az egy mod volt, az egy Half-Life mod volt, a Condition zero szinte biztos vagyok benne, hogy kiszervezték valami mellé stúdiónak, talán a Counter-Strike source a Valve csinálta, de a Global offensive amivel most mindenki játszik, az se a Valve kezdte el, csak átvette, meg kipofozta, szóval most, most tényleg ők vannak mögötte, és ők kezdték el nulláról, állítólag a Covid-nak köszönhető, hogy ez nem csak egy gyenge port lett, hanem egy rendes folytatás, és rengeteg újítás lesz benne, de erről még keveset tudunk, mert három dologról beszéltek, az új ö, pályákról, mármint a felújított pályákról, az új füstről, ami nagyon utáltak a pro-playerek, mert nem volt kiszámítható, meg megbízható, meg nem felelt meg az esport szenderneknek. Mármint a régi. A régi, Igen, uh -huh. a régi füst, meg a attik rendszer, hogy uh -huh. milyen hogy a, a, szerver hogy regisztrálja azt, hogy te hogyan tevékenykedsz a pályán. És ez akkor ez egy ingyenes frissítés lesz. Igen, teljesen ingyenes lesz a counter 2, és egyébként mindenki nagyon boldog, mindenki nagyon örül, kicsit fura is a szitu, azok után nyilván más. De tudod, kijött az Overwatch 2, sem minden változott, és mindenki panaszkodott. Ehhez képest kijön a counter 2, változnak dolgok, változnak fontos dolgok, de lényegében ugyanaz a játék marad. Annyi a különbség, hogy a Counter Strike már 20 éve ugyanaz a játék, és ez a közönség jobban igényli azt, hogy ugyanolyan legyen csak jobb, nem pedig azt, hogy minden fenekestől fel legyen forgatva, meg a Counter nincs is meg ez az ígérete, hogy ez a live service, minden hónapban új hős, meg új pálya, meg ilyesmi, nem erről szól, más közönséget szolgál ki máshogy, és úgy tűnik, hogy mindenki elégedett. Én nagyon Kocacsi és vagyok, fél évente egyszer játszok vele a Lampartin, akkor nagyon élvezem, de én is kíváncsian várom ezeket az újításokat, és lesz több újítás is, de mivel nyáron jelenik meg, majd később kezdődik az igazi hype, ez csak egy ilyen ízelítő volt. A legfontosabb különbség az az, hogy nem ö, mondják azt, hogy mostantól kezdve bezár a bazáracsi egyel kapcsolatban, és meg kéne venni a cséket tűt, ha jól értem, bár még nem tudom, de hogy, ö, hogy most úgy tűnik, hogy hogy nincs az, ami az overwatchnál, meg, meg nincs az a, az, az a hiszi, nem hiszi, rossz kifejezés, az a rétes tészta, hogy, hogy hmm. ilyen 8 évig mondjuk, hogy akkor ez lesz az overwatch 2, de inkább már lesz az overwatch 2, és akkor majd a single player és multiplayer is, de megjelenik, akkor az overwatch 2, de a, multi, a single nincs benne, az majd egyszer valamikor jön, amiről azóta hallgatnak, hogy mikor jön, Igen. és a multiplayer, akkor most ez multiplayer, akkor most megint meg kell venni 60 euróért annak, aki most akar elkezdeni overwatchozni, Ja, itt a csinél annyira biztosra mennek, hogy az igazán eszenciális pályákat, mint a DS 2, igazából csak újra világosítják, meg a textúrákat lecserélik, és inkább a kevésbé használt pályákat, mint a Nyúk, meg az Itali, amiket itt teljesen felújítanak, és használja majd a Source 2 motornak a mindenféle csodáját. Úgyhogy jó lesz, nyáron jön, még majd sokat hallunk róla, várjuk szeretettel. Igen. Amit már nem kell válni, szeretettel, mert itt van az a Last of Us PC-s portja. Elég, eléggé szkeptikusak voltak az emberek, mielőtt kijött, mert hogy az az Iron Galaxy készítette a portot, akik, akinek már nagyon sok rossz PC port köszönhető, köztük minden idők egyik legrosszabb pc sportja portja az Arkham Knight. És, és én azért szeretem, mikor van egy stúdió, aki megbízhatóan hozza azt, amit elvárnak tőle. De és ők megbízhatóan hozták azt, hogy egy nagyon szar portot hoztak a Last of Us, Us 1-ről uh, PC-re. Elég, eléggé rossz munka. És az a vicces egyébként, hogy tudod, mint annak idején a sok cyberpunkos uh, sárga tweet, ami azt ígérte, hogy hát csúszik a hm. játék, hogy tökéletes legyen, meg a standardnek megfeleljen a egy is csúszott. Uh -huh. Azt is egyszer bejelentették, hogy szeretnénk, ha megfelelni a standardeknek, ezért csúszni fog. Képzelheted, akkor milyen állapotban volt, mikor az Iron Galaxy a Naughty Dognak, hogy srácok, itt tartunk, és akkor már ültették be a grafikust az izé elé, hogy na most ezt a tweetet szerkezd meg, mert ez használhatatlan, kipróbálunk hozni belőle másfél hónap alatt valamit, de valószínűleg nem. Nem, nem sikerült, mert katasztrofálisan ö, rosszul sikerült. Eh, nehéz erre bármit mondani, te már poénkodtál megjelenés előtt, mikor kiderült, hogy az Iron Galaxy csinálja, hogy ebből baj lesz. Hát az is lett. Mérgesebb lennék, ha nem lennék olyan szerencsés hogy játszhattam az egy ilyen Playstation 5-ön, uh -huh. és nem az van, hogy 13 évnyi várakozás után végre jön PC-re, és amikor jön PC-re, akkor megveszem első nap, és akkor izé-hozé, és ennyire katasztrofálisan rossz. Mm, ez kicsit enyhíti a fájdalmat, de nagyon sokak valószínűleg viszont ebben a cipőben járnak, hogy ők viszont így akarták először élvezni a játékot, és nem sikerült fura, mert a playstation sportok azok vagy nagyon jók, vagy nagyon rosszak. Nem? Nem úgy volt, hogy így, így amik kijöttek, a, a fele úgy, úgy, jó volt, God of war se panaszkodott senki, mindenki azt mondta, hogy a világ legtökéletesebb portja, de közben meg a Horizon az elején kicsit böte volt, de nem ennyire böte. Nem tudom, már ki kéne alakítani valami jó kis uh, standardet. Japán, miért nem a japánokat bérelik fel, hogy portoljanak? Azok az a fura, hogy miért nem ugyanazt, nyilván miért nem ugyanaz, de hogy vannak jó portoló stúdiók a sony -nál. Ja, a nixis meg is vették, akik a legjobb portokat szokták csinálni. Valószínűleg ők máson dolgoznak éppen, ezért nem érnek rá, és ezeket kell kiszervezni. Ez a fonákja annak, hogy, hogy gyakran jönnek a Playstation játékok. Én mindig szerettem volna, hogy sok PS játék jöjjön PC-re, de úgy látszik, ennek megvan az ára, mert egyszerűen nincs annyi kapacitás, hogy mindegyik port minőségi legyen. Most az van, hogy a Steam mindenkinek visszaadja a pénzt attól függetlenül, hogy mennyit játszottak vele, tehát ez, ez, ez tényleg a legalja. Ez ami az Arkham uh -huh. kezdődött. Tök mindegy, mennyit játszottál vele, visszaadjuk az összes pénzedet, mert ez egy hulladék. Vágás, most már remélhetőleg megint mozgok, nem tudom, hol tartottam a mondandómban, de az a lényeg, hogy szomorú, hogy így kellett deputálni ja. a Last of Us-nak, miközben mekkora hype van a sorozat miatt, és most mindenkinek ez a kedvenc dolga a világon. Hát igen, ez megtolta volna, meg lehet, hogy is megtolta az eladásokat, bár nyilván megtolta volna még jobban, hogyha annak megy híre, hogy mennyire jól fut PC-n ez a 12 éves játék. <laughs> nyilván, ami most futna PC-n, az nem a 12 éves változata, hanem a tavaly szeptemberi, de akkor is... És hát ez tökéletesen illeszkedik abba, amikben elmúlt hetekben beszéltünk, hogy a PC-t mindenki leszárja. Nincs rá pénz. Biztos vagyok, tehát hogy annyira egyértelműen látszik, hogy ezek kijönnek, és ha szerencséjük van és jól csinálták, akkor jó. Ha nincs szerencséjük és nem jól csinálták, akkor szar, mert nem volt pénz a tesztelésre. Mert valószínűleg az első dolog, ami lehet spórolni, az az, hogy az amúgy is kicsi pc és piacra nem tesztelünk, mert arányosan sokat kéne tesztelni, mert annyi, annyi fajta hmm. konfiguráció lehetséges, hogy arányaiban sokat kéne tesztelni egy olyan piacra, ami a legkisebb a célcsoportjaink közül. Még az megint más kérdés, hogy olyan hordas problémák vannak benne, amit hogyha egyetlen egy rendszeren tesztelnek már, akkor is észre kellett volna venni, de nem sikerült. Hát ez van, hogyha hogyha nincs pénz lóvéra. Vagy hogyha az Iron galaxy bízod meg, hogy portolja a játékodon. Igen. Lehet, hogy nem rajtuk csúszott el ez, de a mintekhez kirajzolódni. Maradjunk ennyiben. Én nem adom meg nekik az ártatlanság véleményét Most már sokat gyára csinálják. Nyilván voltak közben tisztes portjaik is, mint a Crash Bandicoot, de basszus. Nem áll. Uh, ígértem még egy kis uh, hír, hí -hí hírt, az az, hogy a Crusader Kings 3 a semmiből kapott egy... Uh, azért, azért érdekes, hogy ez most lett így bejelentve, mert megint én annyira elbeszélgetnék a marketingesről ott a paradoxnál, mert nem tudom, mit csinálnak. tehát hogy Alapból volt ez a nagy paradox esemény, hogy most mindent bejelentenek, a Cities skyline 2-t bejelentették. Uh -huh. ugye. Az volt a március elején. És, és, ott volt egy nagyon rossz trailer a CK3 DLC-hez, és most mindössze három héttel később meg bejelentik, bejelentenek egy csomagot, de csak így a semmiből. Én ja, tényleg erről hírelelt is kaptam. Hogy most már érkezik a Chapter 2! Ami azért vicces, mert ezt a szót, hogy Chapter, még az, az életben nem használták, gyakorlatilag azt mondják, hogy ez a harmadik támogatott év, Mm -hmm. Második teljes támogatott év, ami season más helyen, az egy chapter. És, és akkor visszamenőlegesen átnevezték chapter 1-ra a, a, az előző évet, és ez a chapter 2, és ott van, hogy mik lesznek benne. Gyakorlatilag egy roadmap-et kaptunk, de hogy ez miért nem tudták ezt megcsinálni, amikor voltak a nagy bejelentések, azt nem tudom, de a, az, az elemei ennek, Egyrészt azonnal megjelent egy Elegance of the Empire nevű ruhapak, ami ingyenes DLC. Mm. Aztán jön majd májusban a tourzen Tournaments, május 12, vagy valahogy így, ami egy óriási DLC-nek tűnik, 30 dollárba fog kerülni, 30 euróba fog kerülni, és uh, lesz még nyár végén, ősz egy uh, ilyen Event Pack, ez a Words and Wardens, ezt múltkor megszavaztatták a rajongókat, hogy akkor melyik, mire fókuszáljon ez. Words and Wardens nyert, tehát azt jelenti hogy a felnövéssel kapcsolatban, meg az oktatással, neveléssel kapcsolatos kb. 100-110 esemény lesz benne. És végül pedig így télen, tehát az ünnepi szezonra érkezik a Legacy of Pers Persia nevű Flavor Pack, ami viszont majd magával hoz például azt, hogy újra gondolják a a, vagy újra gondolják a, a government mechanikát, ami a az iktához kapcsolódik, vagy pedig jön egy új mechanika, ami, ami egy újfajta governmentet fog jelenteni. Nem is az ikta, hanem klánnak hívják. Mm. Tehát a klán, klán mechanikát vagy újra gondolják, vagy pedig az lesz az lesz tovább bontva egy új, újfajta verzióra. Ez elég ez jó? Ez é, én én, én ezzel elégedett vagyok. Um, én úgy gondolom, hogy, uh, hogy azért egy évben ilyen három DLC az okés, főleg, hogyha átlagban azt nézzük, hogy átlagban, tehát van egy nagyon-nagyon fejnehéz DLC, mint mm. a, a Tours and Tornals, vagy minden benne lesz, uh, van, van, egy ilyen közepes DLC, a Legacy of Persia, és van az ilyen könnyű súlyú, az pehely súlyú, az pedig a Wars and Wardens. Én nem látom azt, hogy, uh, hogy többnek kéne lennie. Jó. Aztán persze eldől majd azt, hogy ezekben mi lesz, de például a Tourzant Tournament az óriásinak tűnik. Már most nagyobbnak tűnik, mint a Royal Court. Úgyhogy a, a, a várjuk szeretettel ezt a Torzen tournament -et. Nyilván lesz róla rengeteg kontent, el is kezdjük már most a következő hetekben előveszünk a CK3-at streameken, videókban, mert hogy képzeld el, még az is jön, ez független a srácoktól, a fejlesztőktől. Végre pénteken megjelent állítólag, előre láthatólag megjelent a Game of Thrones mod hmm. a Crusader kings ez. Jó sokat dolgoztak rajta akkor. Ám gondolom ez a megjelenés óta csinálják. Hát igen, S sőt még picit is. az előtte. Hmm. Ö, végre, hát igen, már, már, már érett. Finoman szólva is érett ez a dolog. De az jó, hát ez egy klasszikus játékmód volt a Crusader King's 2-ben is. Igen. 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 Jó. Ez, ezek voltak a hírek, úgyhogy gyorsan még fussunk azon végig, hogy mivel játszunk mostanában, uh, ami nem a Hogwarts Legacy. Akkor átadnám a labdát. <laughs> Mert azt játszottam, azt végig játszottam, de arról nem beszéltek. Hát majd dedikáltam, beszélek <laughs> róla egyszer, igen. Én uh, volt szerencsém kipróbálni a. PSVR2. Oh. Mindig óriási baj vagyok, hogy ezt hogy mondjam ki, mert a Magyarországon a PlayStation az PS. Uh -huh. De a PSVR, az hülyén hangzik. VR. PSVR. De az meg, hogy PSVR. Az olyan, mint az ISTL. Igen. ez <laughs> a Prince of Persia. Ja, az az. A PSVR az meg ilyen, ilyen felengzős. PSVR, os szóval minap, én, külföldön. Szóval, so kipróbáltam. Jó volt? Nagyon. Azt hozzá kell tenni, hogy még soha nem VR-oztam, úgyhogy oh. fogalmam sincs, hogy ez mennyiben a PSVR 2-nek az érdeme, és mennyiben a, a, annak az érdeme, hogy a VR az alapvetően mókás. De uh, két dolgot csináltam. Az egyik az az, hogy végigcsináltam ezt a kalibrációt, és az nagyon mókás volt, mert elindul, és akkor uh, felveszed a szuczokat, és akkor átvált abba, hogy uh, gyakorlatilag augmented reality-ként látod a szobát. És úgy mutatja, hogy ott van a két kontroll, mm. ezeket fel kéne venni, melyik a jobb, melyik a bal, rá van írva a levegőben. Utána azt be kell eltenni, hogy be kell a szobát, így viszed a dolgot, és akkor kijelölj a falakat, meg minden. Utána be kell a padlót, azt is úgy rendesen um, dolgozol rajta, mint hogyha fizikálisan állítanád, vagy jelölnéd be. Ez volt az egyik. A másik pedig, Mindenki mondta, hogy jó, próbáld ki a Call of the Mountain izé, uh -huh. ö, dolgot, de nem. Mert amint felléptem a lehetőségek közé, ott volt a Star Wars VR játék, ami még nem is erre készült, hanem talán az előzőre. De valami, nem tudom, Galactic Adventures, valami ilyesmi. És azt próbáltam ki, és nagyon jó pofa volt. Olyan szempontból, hogy azért az egy élmény, hogy ténylegesen ott vagy egy ilyen Star Wars bárban, és akkor mindenhez közel tudsz hajolni, mm. meg tudod nézni, felveszel egy mm. kis kaját, vagy valami tárgyat, nem egy ilyen detonátort. Ebben nem volt fénykardozás még, ameddig én eljutottam, de lőni már lehetett, és azt is tényleg úgy kellett lőni, hogy így belenéztél mm. a, 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 dologba, és, és úgy tudtál célozni, és akkor ott voltak a fegyverek, Han a blaszterre, meg az összes ilyesmi, és ezeket így nézegetni a kezedben, meg rendesen van kezed, és van a kezeden ilyen, 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 ilyen okos kezdjű, uh -huh. vagy mi, és ott megnyomsz egy gombot a másik kezed, és a feljönnek dolgok. Nagyon mókás volt. Akkor mikor ruházol be egy sajátra? Hát nem mondom azt, hogy nem kezdtem el számolgatni. Ajaj. Fél millió forintból ki is jönne, úgyhogy iratkozzatok fel. <laughs> ha donateltek ennyi így. sok pénzt, akkor megveszem. De valószínűleg erre nem fog mostanában sor kerülni, kicsit uh, underutiliznak nak érezném, kihasználatlannak. De közben meg... Igen, megveszed rá a Beat Sabert utána, nem lesz <laughs> gondolt semmire az életben. Közben meg azért, azért mókás. Mókás ez tetszett nagyon. Örülök, hogy te is megtapasztaltad a virtuális valóságot, vagy nem tudom, hogy mondjam. Most már teljesen uh, onboard vagyok a metaverzummal, alig várom, hogy, gondolom. hogy a metaverzumba beléphessek én. Jó lesz. Hát akkor, ha hát te nem játszottál semmivel, csak a Hogwarts Legacy-val, akkor megköszönjük a figyelmet. Ja, gondolkodtam, de nem játszottam és semmivel. És Elden, elég nem, nem nézed be? Hát várjuk a DLC-t, de nem. Hát ha valamit folytatnék, az a Demon's Souls lenne, de még a Harry Potter miatt nem tudtam megtenni. Hmm. Jó. Hát akkor majd jövő héten. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk jövő héten, ugyanitt, ugyanekkor a játékvilág legfrissebb híreivel, illetve amiről most elfeledkeztünk, ami biztos, hogy van, mert hogy annyi hír nem dolgoztunk már föl, hogy majd jövő is marad belőle. Mindenképp. Sziasztok! Hello.